A hónap elején indult az online árfigyelő rendszer, az oldal már több mint 42 millió letöltésnél tart. Az árfigyelőben elérhető élelmiszerek ára 7%-kal csökkent. Az infláció mérsékléséhez 0,6%-kal járul hozzá az árfigyelő. Jönnek is a részletek Titanillától és vendégétől. Így van, ezzel folytatjuk. Rigó Csaba Balázs a GVH elnök, a Gazdasági elnöke most a vendégünk. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Hogyan értékeli az árfigyelő rendszer eddigi pályafutását? Itt nagyon pozitív híreket lehetett olvasni a sajtóban. Az indulás az nagyon jó. A magyar emberek szeretik ezt a digitális felületet. Persze nem mindenki vásárol így módon. Van, aki hagyományos módon nézi azokat a cédulákat, amelyeket a boltok nyomtatnak ki, és az árkedvezményeket figyeli, de nagyon sokan megnézik ezen a felületen mind a nagy hat kiskereskedelmi láncnak azokat a termékeit, amelyek szerepelnek az árfigyelő rendszerbe. Ez 62 termékkategória, 1200 bolt szolgáltat adatot, több tízezer termék Ről beszélünk, a napi árakat tudják megnézni, a törzsvásárlói árakat, az adott kedvezményes árakat, az egységárat is meg tudják nézni, lédik termékeknél. Hogy reagáltak a kereskedők? Pörgetik az akciókat? Tehát ez egy ilyen jó kis versenyt eredményezett, hogy látják egymás árait? Igen, a munkacsoportba felhívtuk a kereskedők figyelmét, hogy ez egy történelmi pillanat, hiszen egy ingyenes eszközt kapnak a kezükbe ahhoz, hogy ők naponta majd lássák egymás árait. Tehát a kereskedők azok lényegében egy ilyen napi elektronikus árlejtésre tértek át, és kialakult egy napi árverseny. Ugye korábban, amíg nem volt ez az árfigyelő felület, addig ők hetente áraztak mondjuk, és hetente tették közzé az áraikat, és nyilván akkor is figyelték egymást. Ez nem tiltott versenyjogilag, hogy megfigyelni a másik versenytársat. A tiltott az, hogyha tiltott módon együttműködnek, jogszabály ellenesen, itt erről szó sincs. Mindenki beküldi az aznapi árait, a következő napi árait évfélig, aztán éjszaka a rendszer teszi egyszerre. És akkor derül ki, hogy melyik az a konkurens kereskedelmi lánc, amelyik adott termékben mondjuk lejebb vitte az árakat. Ezért aztán egy nap múlva lehet rá reagálni. Így fordult elő, hogy például én is kipróbáltam július 1 az induláskor, az egyik kereskedelmi lánc, mint egy száz terméket akciózott, ezt közzétette, meg is nyerte az aznapi versenyt, ha mondhatok ilyet, aztán erre reagált a többi, és azóta már más kereskedelmi lánc nyeri a versenyt, és még olyanról is tudok, hogy magyar vállalat, magyar termelő vállalattól komoly megrendelést hát kért az egyik nagy kereskedelmi lánc. Pontosan azért, hogy valamilyen innovatív módon ő is szorítsa le fel az árakat. Arvásárlók mire keresnek rá leg, leggyakrabban, mely termékeket nézik, mely termékek árát nézik meg a legtöbbször? Erről is van tapasztalat. Az elmúlt 19 napban leginkább a tej, vaj, hús, csirkemel, félékre kerestek rá, vagy a kefírre, vagy a trapista sajtra. Ha, milyen hatással van a, a termékek árára? Ugye figyelnek bizonyos termékköröket, itt hogyan alakultak az árszintek, mióta van ez a bizonyos árfigyelő, illetve ugye van mellette a kötelező akciózás is, ami ezt támogatja. Az volt a logika eredetileg, hogy azt a 62 alapvető élelmiszert tegyük bele a rendszerbe, amelyek a, az úgynevezett KSH fogyasztói kosárba legalább 15-20%-os súlyt képviselnek. Ez olyannyira jól sikerült, hogy az elmúlt 19 nap tapasztalat alapján elmondhatjuk, hogy a 62 termékből 53-ban érdemben is csökkentek az árak, közel 7%-kal, de ez átlag, átlagosan. És ez azt jelenti, hogy az élelmiszer inflációra egy ilyen 1,8%-os csökkenési hatással volt, ugyanakkor 0,6%-kal csökkent az átlagos infláció is. Tehát jól eltaláltuk a termékeket, ettől függetlenül természetesen lenne igény más termékekre. Pont ezt akartam kérdezni, hogy a bővítés az milyen területeken lehetséges, hogy milyen területeken gondolkodnak bővítésben? A bővítés az kizárólag a kormány hatásköre, tehát a gazdaságfejlesztési miniszter úr rendeletben állapíthatja meg a termékkörbővítést. Én kezdető fogva szorgalmazom egyébként, hogy ne csak élelmiszerek szerepeljenek az árfigyelőbe, hiszen nem csak élelmiszerek fogynak el rendszeresen a háztartásokban, hanem mondhatnék példákat, például a mosószer, vagy papírtörlőkendő, higiéniai termékek. eszközök, termékek, tehát lenne igény rá, és számos olyan terület van, ahol még az ilyen napi árverseny az jótékony hatással lenne a versenyre. Ezt a gazdasági versenyhivatal természetesen pártolja, tehát mi minden olyan termékkörbővítést pártolunk, ahol az adott szektorba fokozódik a verseny, mert ez is hozzájárul ahhoz, hogy letörjük a szankciós inflációt. Elképzelhetőnek tart, tartják azt is, hogy. Nem ilyen napi szinten fogyó termékek is belekerülnek majd idővel az árfigyelőbe? Én elképzelhetőnek tartom, igen, hiszen ha letörjük a, az inflációt egy szemnyegyűre, akkor azt majd meg is kell tartani. És számos olyan nem élelmiszer termék van, ahol a versenynek van helye. Azáltal, hogy mondjuk az adott szektorban van egy helyzet, egy örökölt helyzet, mondjuk két nagy nagy nagykereskedelmi versenytárs, és azoktól függ az összes kiskereskedelmi egység. Ha ők áttérnek szintén napi árazásra, akár egy árfigyelő segítségével, abból csak jó jöhetnek ki a magyar emberek. Ugye jelenleg hat kereskedelmi láncnak az árai találhatóak meg, ugye a 100 milliárd forint feletti forgalmat bonyolító láncoknak kötelezembe kell ide küldeni az árakat. Ez bővülhet -e? Tehát ugye nyilván a többiek nem kötelező, de van-e olyan, aki mondjuk csatlakozni szeretne? kaptak e ilyen jelzést? Igen, a jogszabály lehetőséget arra, hogy önkéntesen csatlakozzon bárki a rendszerhez, bármelyik kereskedő, ehhez egy apró fejlesztésre van szükség, hogy be tudja küldeni az adatokat egy megfelelő rendbe, egy megfelelő úgynevezett interfészre, és van erre példa, hárman is jelentkeztek, ebből az egyik nem tud csatlakozni egyelőre, mivel ital Kereskedésről van szó, de a másik kettőnél mi ezt megfontoljuk, és a GVH természetesen elősegíti a gazdasági versenyhivatal, hogy tudjon önkéntesen csatlakozni. És hát mindenkinek nyitott, és én javaslom is, hogy csatlakozzon, hiszen a rendszer bővül újabb funkcióval, és aki kimarad, az lemarad. Igen, itt pont a technikai fejlesztésekre is akartam kérdezni, hogyha jól tudom, akkor terveznek például ilyet, hogy bevásárló listát is össze lehet majd állítani. Jelen pillanatban folyamatban van az úgynevezett bevásárló lista összeállítása, amely úgy működik majd, hogy a fogyasztó bekapcsolja a hely meghatározását, és a 500 méteres, például 500 méteres sugarú körbe lévő boltok termékeiből beválogathatja a számára a legfontosabbakat, ezt a rendszer összegzi, ezt megoszthatja, elküldheti a családtagjának, ezt megismételheti naponta, és így is érzékelheti az árcsökkenést. Nagyon szépen köszönjük, elnök úr, hogy itt volt velünk. Örömmel.